A festmény alapvetően nem egy konkrét kép elkészítésére irányul, hanem egy folyamat. Én egy absztrakt felületet viszek fel a vászonra, ami meghatároz bennem egy hangulatot, egy atmoszférát, és ennek a továbbivésére adok különböző válaszokat, ami lehet egy figurális elem, egy ember, egy tárgyi elem, lehet egy környezet, és ezeket szépen lassan halmozom és töltöm föl vele a képiteret. Nagyon szeretek vastagon festeni. Ez úgy alakult ki nálam. Ahogy a festmények épültek, egyre többször észrevettem, hogy az anyagnak van egy végső stádiuma, egy végső kifutása, és azt csak több anyag halmozásával lehet valamilyen szinten felülírni. És rájöttem arra, hogy a képeknek a készítése közben nincsen olyan dolog, ami nekem megállt szabhat. Szóval mindig, amikor készítek egy képet, és telítődik az anyag, akkor azt vagy visszaszedem, és felhasználom máshol, vagy egy másik képen, vagy egy kis vásznon magát a festékanyagot, és újra teszem azokat a színeket, vagy pedig új színek hozzáadásával teljesen átlényegítem azt a színt, vagy azt a festői minőséget, amit elrontottnak, vagy hibásnak vélek. Régebben használtam Filztoll eszközt rajzok elkészítéséhez, illetve sokat akvarellezem. A technika gyorsasága, illetve a szintén festői mi volt miatt, és ezeket nem tekintem önálló műveknek, inkább ilyen széljegyzetnek, amit fel tudok használni a későbbi festmények elkészítésekor. Nem ragaszkodom ezekhez a vázlatokhoz, hanem egyszerűen inspirációt nyerek belőlük, meg emlékeztetők arról, hogy mit láttam, mi az, ami megfogott akkor, mi az, amit kitaláltam, elgondoltam, és ez segít abban, hogy a későbbi festményeimnél egy-egy nehezebb pontnál tovább lépjek. Alapvetően az úgy kezdődött, hogy én Kovács Attila osztályába kerültem a Képzőművészeti Egyetemen, és ott egy eléggé erőteljes csendélet, illetve figurális festészeti alapozás vette kezdetét, és én igazából nagyon beleszerettem a tárgyábrázolásba és ebbe a figurális festészetbe ezután. Inkább a figurális festészet miensége az, ami változott az idő alatt, szóval megpróbáltam azokat az absztrakt felületeket, absztrakt festészeti eszköztárat a figurális festészeten belül alkalmazni, amit amúgy hiányoltam volna. Nagyon meghatározó élmény volt az, hogy egyetemi éveim felénél megtaláltam Braille-nek a képeit, és azok közül is leginkább a gyermekjátékoknak a nyüzsgő és mozgalmas tere volt az, ami elkezdett érdekelni. Ezeket a figurákat többször át is emeltem saját festménybe. Természetesen a korszakot és az öltözködést, illetve a stílust egy kicsit korszerűsítettem, szóval, hogy a saját szemízére formáltam, de az egy nagyon nagy jelentőségű dolog volt, illetve a németalföldi részegségképek, különböző ilyen zsánerképek, ahol nagyon mozgalmasan volt ábrázolva maga a figura, dinamikusak voltak a mozdulatok, és volt egy fanyar humora az egésznek, az egy nagyon meghatározó festészeti élmény volt számomra. Ezek a figurák, amik mostanában jellemzőek a képekre, ezek egyfajta ilyen emlékezetből, illetve fantáziából vett képek, jelenetek. Nem konkrét történések, hanem inkább a hétköznapi nézelődésemből, megfigyeléseimből kiragadott, és a kompozíció, illetve a festészeti eszközök által alárendelt események. Szóval, hogy fontosabbnak tartom azt, hogy hogyan van tálalva, mint az, hogy mi.
Ezek a jelenetek szerintem azok, amik számomra a legjobban jellemzik azt a közeget, amiben élek, és azt, amit tapasztalok így a világból. Ez lehet egy humorosan értelmezhető, illetve groteszken értelmezhető vicces oldal is, és lehet egy kicsit nehezebben feldolgozható tragikus rész is. És valahogy ebből a kettőből keveredik számomra össze így a valóság. Terveket mindig csak egy kép, a következő kép erejéig szabok. Ez egy olyan ultimátum magammal szemben, vagy magamnak, amit nem is szeretnék feladni. Szóval nem szoktam hosszú távon előre gondolkodni, mivel hogyha ezt tenném, akkor nagyon megkötném a saját kezemet a munka közben. Ezért nem is gondolkozom elsősorban sorozatokban, hanem inkább a sorozat magától alakul ki. Ugyanúgy, ahogy a kép önmagában is a végére áll össze egy egészé, vagy íródik felül egy másik kép által.